Gerda, please say the 7 days of the week. Monday, Tuesday, say it please, okay? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Very good, okay. A digitális oktatás egyik formája az úgynevezett zoomos beszélgetés, ahol a diákok egyszerre egy időben vesznek részt tanítójukkal az órán. Így ez majdnem olyan, mintha személyesen is jelen lennének a tanteremben. Varga Judit angoltanár szerint ez a módszer hatékonynak bizonyult az online tanulásban, egyedül a technika okozott nehézséget. Próbáltam olyan feladatokat küldeni a gyerekeknek, amelyek érdekesek voltak számukra. Küldtem nekik interaktív feladatlapokat, rövid érdekes videókat, valamint készítettem videótanítást, tanításokat is, amit feltöltöttem az internetre, és ott a linken keresztül megnézték. Illetve az interaktív Zoom órák is nagyban segítették a gyerekek önálló tanulását és érdeklődésük fenntartását. A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában a digitális oktatás egy részét a jövőben is alkalmaznák. Nagyon fontosnak és jónak tartom például, amiben mi dolgozunk, ezt a Google Classroom-ot, mert hogyha visszajövünk majd az iskolába, és például van egy hiányzó tanuló, mi ezt meg fogjuk tartani, és például a hiányzóknak ezeken fogjuk majd a házi feladatot küldeni. Az intézményben a kialakult helyzetre való tekintettel hagyományos módon nem tartanak évzárót, a diákok osztályonként kapják meg bizonyítványukat.